A második Mezőkövesd az utolsó előtti Honvéd ellen, csak hogy ez az a meccs, ahol egyáltalán nem mérvadó a tabella, legalábbis a hazaiak vezetőedzője Kuttor Attila erre hívta fel a játékosai figyelmét. Íme az összeállítás, a Mezőkövesdnél a szokásos 4-4-2, az eltiltott Karnicki helyén Bertus játszik a középpálya közepén. A hat forduló után egy győzelem, 5 vereséggel álló Honvéd vezetőedzője viszont úgy nyilatkozott a meccs előtt, hogy valahol belül érzi, hogy a rossz sorozat most már véget ér, miért ne történne ez meg éppen ezen a hétvégén. Lanza Fámét láttuk a képen, aki a térdműtétét követően már ott ül a kispadon, egyébként a szokásos 5-3-2 az összeállítás. Babó Szabó maradott végül, igaz, Mutari is ott van. 16. percben járunk, Mutari csak átlépi, Banó Szabó, aha, ez lett volna a variáció, így jó, így Szappanosnak kell nagyot védeni. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Nagy Dániel ott már fel tud szabadítani, ám átcsúszott a talpa alatt a labda, és bizony védenie kellett Szappanosnak a téleszögből. Íme a lövés. Vadóc. Az ő indítása kevésbé pontos, cseri megint. Vajdát találja meg, Perec jön mögötte, Vajda vezetgeti befelé, Vajda lő egyet. Ez megint nem sikerült túl jól ez a lövés. Rövid időn belül kétszer is kapura lőhetett Vajda, viszonylag tisztán. Ez a másik volt egyébként veszélyesebb, Vadnai remekül vette észre a második hullámban Vajdát. Találta el jól. Na nézzük a túloldal, ez viszont egy remek lövés. Banó Szabó góljával vezet a Honvéd. Míg mi azt néztük a lassításban, hogy Vajda nem igazán találta el jól, hát Banó Szabó eltalálta. Kilőtte a hosszú sarkot. Na nézzük meg, hogy mi történt, mert az elejéről picit lemaradtunk. Itt Mutari keverget és tartja a labdát, igazából ezt nem mondanám gólhelyzetnek, lövőhelyzet. Remekül megoldotta Banó Szabó. Egy átvétel után nagyon pontos lövés a hosszú sarokba. Vadóc. Szép megoldás, Vadóc. Ballal az ívelés. Ben Hatira veszi át, Ben Hatira egy csellel, Ben Hatira még egy csell, lövés, gól! Ben Hatira szenzációs góljával 2-0-ra vezet a Honvéd. És Vadócot kell nagyon dicsérni, aki remekül látta meg Ben Hatirát, de ahogy megcsinálja magának a lövőhelyzetet, és aztán be is zúdítja hosszúba, azért az önmagában klasszis teljesítmény. Ben Hatira tehát a második gól szerzője, és hát Szappanos ehhez nem tudott hozzászagolni sem. Miközben Sajbán Vajdát váltja. Megint egy rossz passz, Ben Hatira kiugratná Mutarit, Mutari elé esik a labda, Mutari még mindig ott van, és mellé gurítja végül. Ez volt a meccslabda, azt gondolom. Remek kiugratást kapott egyébként Amadou Mutari Ben Hatirától. Szűk volt már a hely, ahol el tudta pöckölni valahogy a kapus mellett. Túl közel került hozzá Szappanos. Most jön az indítás Eperjesi felé. Jó, az még, Eperjesi. Alizsi van mögötte, Eperjesi fordul vissza, és íveli középre, Batik! Azt a mindenit! Hű, ez nagyon veszélyes ez a mozdulat. Már a saját kapujára. Kis hián beesik a hosszúra. Ez már a 78. perc vége, sőt a 79. És nem hiszem, hogy olyan nagyon ebből a szabadrugásból ők mindenáron gólt szeretnének szerezni. Zivzivadze. Ehhez képest mindjárt helyzete lesz a Mezőkövesnek. Sajbán. Sajbán még. Sajbán lő. Gól! Sajbán Máté beáll, csereként is gólt szerez. A Magyar Kupa Mesterhármast követően az NB1-ben is leteszi a névjegyét, tehát az újonnan igazolt játékosa a Mezőkövesnek, és így igazán izgalmas lehet a hátralévő 10-15 perc. Remekül csinálta Sajbán is. Mondom, a Honvéd rúgott szabadrúgást, abból alakított ki helyzetet. A Mezőkövesd lekontrázta gyakorlatilag a fővárosi csapatot. Itt van Sajbán, most már létszámban meg is voltak a Honvéd játékosai.
de hát ez egy nagyon pontos lövés a hosszúba.